Csizmadi Amáté vagyok, és ma fogom felkonferálni a mai tréninget. Nekem ez a feladat. Egy személyes élményt hagyosszak meg ezzel kapcsolatban veletek. Amikor egy pár év ezelőtt először jöttem ide, így egy mellettem lévő lány volt, aki felkonferálta a tréninget, és ő, nem tudom, most már tudom, hogy egy jelzést kapott, egyszer csak felugrott, kijött ide, és elkezdte mondani. Mondom, ez nagyon gáz, így eljön egy tréningre, aztán fogja magát, és elkezd is beszélni. Na, valószínűleg rossz helyen járok, mert nekem ez még biztosan nem fog menni. És ugyanez volt, ugyanezt éltem át, amikor először konferáltam fel. Aztán persze rájöttem, hogy ez valójában nem úgy működik, hogy valaki elhatározza, hogy felugrik és akkor magától elmondja. Itt erős befolyása van a tréning fő szervezőjének is. De amire rájöttem, hogy igazából ez változik az idők során, most sem mondom, hogy egy fáklyás menet, de most már láttam Józsi mosolyából, hogy ma én leszek a kiválasztott, de annyira nem hatódtam meg, de izgulni ugyanúgy izgulok továbbra is. És eszembe jutott idefelé egy gondolat még ezzel kapcsolatban, hogy az évben elég keveset jártam tréningre, így minden másik vagy minden harmadik jöttem el. Az igazság az, hogy azért kezdtem el erre a tréningre járni, hogy a munkámban jobban tudjak kommunikálni, ami azt jelenti, hogy elég sokszor járunk ilyen egyeztetésekre, és évek teltek el úgy, hogy én is ott voltam, de mint hogy szokták mondani, csak a jelenlétemmel emeltem az esemény színvonalát, nagyon nem osztottam meg egy gondolatot sem. Ez volt az első dolgom miatt így elkezdtem járni, és ez körülbelül egy év alatt megváltozott. Aztán gondolkodtam rajta, hogy abba hagyom a tréninget, de aztán rájöttem, hogy ez nem olyan, mint a biciklizés sajnos, hogyha az ember nem gyakorolja, akkor elég hamar kiesik a gyakorlatból. Ezért úgy döntöttem, hogy ezt amíg lehet, ezt addig fogom csinálni. És ami elmellett szó, hogy bármi, amiben elkezdtem az életem folyamán, egy idő után mindig unalmassá válik. A nyilvános beszéd az sosem válik unalmassá. Tehát most nem tudom, hogy eddig tréningem ez, de nem érzem, hogy az álmosság kerülget. Egy gondot után még annyit szeretnék mondani, hogy Józsinak van egy új sapkája, és megkérte, hogy valahogyan vezessen be, de az Istennek nem jutott semmi eszembe, elnézést kérek. Fogadjátok sok szeretettel a ma esti tréning főszervezőjét és mentorát, Manherci Józsefet. Köszönöm szépen a sapkám nevében is. Az évzáró tréningen összejöttünk azért, hogy egy jó nagyot bulizzunk, és szeretném megköszönni nektek azt a sok élményt, amit az év során itt együtt veletek átélhettem. Egy remek évünk volt. Nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat gyakoroltunk, és látom a társaság zömén, hogy életfogytiglan gondolja a tanulást. Sőt, kifejezetten ezen a tréningen is. Hiszen valóban a nyilvános beszéd nem lesz soha unalmas. Na most, ha belenézek a jövőbe, akkor feltétlenül, igen, szóba került az én sapkám, nem új, régi sapka, az antennáimon keresztül szívom magamba azokat az igényeket, amelyek itt ezen a tréningen maximális kielégítésre kerülnek. Hogy ilyen szakszerűen fogalmazzak. Na jó, viccet félretéve. Pontosan látom és tudom azt, hogy mire van szükség, hiszen kapom a visszajelzéseket. Ezek tények, nem a levegőből kapom. És mivel ezek az igények egy irányba mutatnak, ezért különösen nagy hangsúlyt helyezünk a jövőben a nyilvánosságtól való félelem nem leküzdésére, hanem átalakítására. Mivé alakítjuk át? Örömmé, élvezetté, hogy valóban az a sosem unalmas, nyilvános szereplés, legyen az annak bármilyen formája, mindig örömteli legyen, hogy ne legyen benne izgalom, a legkisebb mértékben sem, mert nem értek egyet azokkal az előadókkal, akik azt mondják, hogy egy bizonyos mennyiségű izgalomra szükség van. Ők használják bátran, mi viszont ezt is átalakítjuk inkább az öröm forrásává. Tehát legyen minden egyes alkalom az öröm forrása, az öröm oka. És ha ezt gyakoroljuk, akkor erre is rá lehet ám szokni. Igen, annyira, hogy még függővé is válhatunk tőle, mert egyre jobban élvezzük azt. Mert adni másoknak, ugye, tudjuk jól, jobb, mint kapni. Ha már itt az antennáimról volt szó, akkor ez konkrétan, ez a begyűjtés, az energia begyűjtés az igények formájában azt jelenti, hogy mivé manifesztálódik a jövőben. Bevezetünk egy nagy tréninget, egy új nagy tréninget, ami kifejezetten a nyilvános félelem átalakításáról szól, és
kizárólag gyakorlati alapon, mindenféle elméleti maszlagot félretéve arra összpontosítsunk, hogy elültessük saját magunkban, a saját tudatunkban ennek az örömét, ennek az örömnek a magját, tehát a nyilvánosság élvezetének a magját, hogy ez kihajtson. És akkor erre tudunk majd ráépíteni mindenki egyénileg saját ízlése, igénye szerint a megfelelő kommunikációt, a megfelelő aktivitást, mert mindenkinek más a célja. Valaki kisebb léptékben gondolja hasznosítani a nyilvános szereplést, valaki nagyobb, teátrális mértékben, valaki előadó művész szeretne lenni. Mindannyiunkban az a közös, hogy a nyilvánosságot gyakoroljuk, és ezáltal mások figyelmében fürdünk. És ez a fürdés, ha lehet, akkor legyen egy wellness. Legyen egy élvezet, egy jacuzzi, a nyilvánosság jacuzzia. Ha, hát ez valami szenzációs. Na, leveszem ezt a sapkát mindjárt, mert már kezdek bepörögni. Szóval hamarosan találkozunk egy sokkal nagyobb tréningben is. Köszönöm szépen! És gyakoroljuk természetesen a kamerával való barátkozás művészetét is, mert ha például van egy olyan helyzet, amikor úgy gondolod, hogy a felvételedből hiányzott még valami rész, az ne utólag bánd meg, hanem még ott rögtön a helyszínen javítsd ki. Ezért az elköszönésem és az előző gondolat közé majd a megfelelő professzionális videószerkesztővel bevárunk egy olyan szakaszt, ami arról szól, hogy... És hogy lássátok, a Mikulás nem csak úgy érzi magát, mint egy Mikulás, hanem el is hiszi, hogy az. Ezért arra gondoltam, hogy ezt a sok jó kívánságot, amit én megfogalmaztam magamban, ez szívből jövő formában a legfinomabb fajta szaloncukorban manifestálom, és azt kívánom, hogy ez érjen el mindannyiótokat, és ezt az örömöt így közvetlenül is tapasztaljátok meg. Kezdjük ezen az oldalon! Folytassuk ezen az oldalon! Az elsők sem maradnak ki, a hátsókból lesznek az utolsók! Az elsők megmaradnak az első helyen, természetesen. Mindenkinek jut, nem kell félni. A zsákom nagy, oda is, és még egy utolsó, és megtörtént a csoda. Az örömöt együtt élvezzük, és folytassuk a gyakorlással.